Köszöntöm Önöket, ez itt ismét a Hír Extra, a Makkói Városi Televízió hírháttér magazinja. Mai adásunkban a csipkesor felújítási munkálatairól beszélgetünk Cirbus Gáborral, polgármesterrel. Ugyanis a mintegy 336 millió forintos beruházás munkálatai igen jó ütemben haladnak. A mintegy 336 millió forintból megvalósuló fejlesztés egy úgynevezett zöldmezős beruházás, amely során olyan fűtési rendszert építenek ki, amely a városi távhő geotermikus energiáját használja majd fel, valamint az árkádos megvilágítás ledes lámpáit napelem működteti majd. A projektnek azonban ezen kívül van egy másik része is, melynek keretében megújul a csipkesor környezete, zöld felülete. A város vezetése pedig ebbe a fejlesztésbe szeretné bevonni a lakosságot és a gyermekeket is. Madárodukat fogunk kihelyezni, és ezzel kívánjuk felhívni a figyelmet arra, hogy hogyan lehet megfigyelni, és hogyan lehet a természetet itt a belvárosban megtartani, és velük együtt élni. Ezért Makóváros önkormányzata a Galamb József mezőgazdasági iskolával közösen készítette el ezeket a madárodukat. Ezeket nagy részben technikaórán készítették el az iskola tanulói, majd pedig több általános iskolát bevontunk ebbe a programba, egészen pontosan a Signum, a Szikszai és a Makói Általános Iskola Almási Tagintézménynek a tanulóit. Ezeket az odúkat a gyermekek fogják kitenni és élelemmel feltölteni, valamint kihelyezett természetismereti órákat, madártani megfigyelést tartanak majd a parkban számukra. A beruházás infrastruktúrális része kapcsán Cirbus Gábor kiemelte, a felújítás 40%-a elkészült, jelenleg a magas feszültségű vezetékek cseréje zajlik, melyet e hónap végéig be is fejez a szolgáltató. Ezt követően fog sor kerülni a járda rekonstrukciójára, melyet szakaszosan fognak végezni, hogy az üzletek megközelíthetőek maradjanak. A hátsó oldalon a szigetelés teljes egészében elkészült, elől pedig együtt halad a szigetelési munkálat a nyilászárókoknak a cseréjével. Ez is néhány héten belül teljes egészében meg fog történni. A tetőszerkezetnek, a vász szerkezetnek a kialakítása mindkét oldalon teljes egészében elkészült, a távhőrendszer kiépítése is megtörtént. Némely üzleteknél a belső felújítások már most megkezdődtek, ezek az igényeknek megfelelően november első hetében, második hetében be fog fejeződni, és januárban fog folytatódni ez az üzlet tulajdonosoknak a kérésének megfelelően. Az alpolgármester kiemelte, mivel a tervezett ütemben haladnak a munkálatok, így már szinte biztos, hogy az év végére elkészülnek vele a szakemberek. A stúdióban köszönhetem tehát Cirbus Gábor alpolgármestert, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Alpolgármester úr, amint azt a bejátszásban is láthattuk, egy hónappal ezelőtt már arról a jó hírről tudott beszámolni, hogy 40%-ban elkészültek a csipkesor felújítási munkálatai. Hol tart most a beruházás? Most jelen pillanatban 60%-os a készültségi foga a csipkesornak. Elég jól haladnak a munkálatok. Végéhez közelített az elmúlt héten a nyilászáróknak a cseréje és a szigetelésnek a teljes mértékű elvégzése, mind az első homlokzaton, mind pedig a hátulsó homlokzaton, és úgy gondolom, hogy nagyon jól haladunk ahhoz képest, hogy november közepe van. Mert hogy ugye az üzletek is megújulnak. Természetesen az üzletek is meg fognak újulni belülről, de ezt külön-külön a bérlőkkel egyeztettük, és nyilván figyelembe véve az előttünk álló adventi időszakot, vagy előtte, vagy utána fogjuk ezeket elvégezni a bérlők kérésének megfelelően. Jellemzően milyen kérésekkel fordultak az önkormányzathoz, vagy a kivitelezőhöz? A belső munkálatok tekintetében a bérlők azt kérték, hogy az elavult villamosrendszert újítsuk fel, és a világítási rendszert mindenféleképpen. Ez kérés volt, valamint voltak olyan üzletek, ahol a fűtést is meg kellett újítani, illetve majd újra kell szerelni. Valamint a burkolatok nagyon elavultak az üzletekben, ezeknek a cseréje fog megtörténni, illetve a falaknak a festése. Ezt tartalmazza majd a belső felújítás. Ugye említette az imént a világítást és a fűtést, és ezek nem is akármilyen módon fognak megújulni, hiszen egy úgynevezett zöldmezős beruházásról beszélhetünk. Mit jelent ez? A zöldmezős beruházás keretén belül szeretnénk minél több megújuló energiát felhasználni itt a csipkesornál. Akkor kezdem a villamos energiával. Azt szeretnénk, hogy napelemről szeretnénk a világítást üzemeltetni az árkádos sétáló utcán majd. A lapos tetőre fognak felkerülni ezek a napelemek, és itt majd innen fogja folyamatosan kapni az energiát majd a világítás, és szeretnénk az üzleteket rácsatlakoztatni a városi távhőszolgáltatásra,
amelyeket természetesen geotermikus energiával fűtünk, úgyhogy lehetőséget biztosítunk az üzlet tulajdonosoknak ahhoz, hogy rá tudjanak kapcsolódni a távhőrendszerre. Ugye korábbi sajtótájékoztatók alkalmával arról is szót ejtett, hogy egy speciális szigetelés is meg fog valósulni. Mit akar ez pontosan? Milyen tető készül éppen? Ott hátul lehet látni a munkálatoknál, hogy egy egészen egyedi megoldás fog majd megvalósulni hamarosan. Igen, azért ezt tudni kell, hogy ez az épület nagyon-nagyon rossz állapotba került az elmúlt években, évtizedben, és nagyon megérett a felújításra több szempontból is. Ezért kellett teljes egészében mindenhol nyílászárót cserélni, és ezért rakunk rá külső szigetelést is a homlokzatra. A raktárhelyiségeknek, a lapos tetőknek a szigetelése nem tűrt halasztást, azért, mert itt folyamatosak voltak a beázások, és ezeket a beázásokat meg kell szüntetni több okból kifolyólag is, mind az épület értékének a védése érdekében, illetve a raktárban található az üzlet tulajdonosok által beraktározott termékek véget is. És itt most a tetőszigetelés már elkészült, és itt szeretnénk kialakítani egy extenzív zöld tetőt, ahol ilyen posgás növények kerülnek majd kialakításra. Ugye korábban már felmerült, hogyha jól tudom, akkor egy testületi ülés alkalmával is, hogy a járda, tehát ugye az üzlet sor előtti járda rekonstrukció miatt egyelőre még nem kerültek kihelyezésre bizonyos oszlopok. Hogyan lehet majd elképzelni a csipkesornak az elejét, hogyan fog majd a tető, illetve ott ugye az üzletek homlokzata, a járda és az előtte lévő tér megújulni? A járdával kapcsolatban a következőket tudom elmondani, hogy együttműködve az áramszolgáltatóval egy kéréssel fordult hozzánk, hogyha ilyen nagy volumenű beruházást végzünk el, és egy új térrehabilitáció lesz, akkor szeretné a csipkesor alatt húzódó vezetékrendszert kicserélni az áramszolgáltató. Ez történt meg október hónapban, és ezért volt középen felvágva a csipkesoron ugye a kerékpárút, és ez nem a mi beruházásunk volt, ez az áramszolgáltatóé volt, és nekünk meg kellett várni, még ezt a munkát elvégzi, és azután tudjuk majd mi elkezdeni a térrehabilitációt, és ezt fogja majd nyilván követni ez a munka. Ugye az előtető szerkezet elkészítésével kezdődtek a munkálatok a nyár elején. Sokan kérdezték tőlem is, hogy biztonságos lesz ez így, természetesen biztonságos lesz, egyelőre terhelést nem kapott még ez a tetőszerkezet, majd egyidejűleg a tér elkészültével fogunk oszlopokat is kihelyezni, és oszlopokkal fogjuk megtámasztani ezt a tetőszerkezetet, és ez az oszlopsor fogja elválasztani az úgymond járda sort, illetve a kerékpár utat. Egy ilyen árkádos, tetős, elválasztott részt kell elképzelni itt. Én gondolom, hogy egy igazi szép, impozáns sétáló utca lesz, hogyha el fog készülni teljes egészében. Valamint az oszlopok közé utcai térbútorokat is fogunk kihelyezni. Úgy kell elképzelni, mintha valami padok lennének majd ezek. Tehát ez ugye a csipkesor előtti területe. Így van, természetesen ez a csipkesor előtti rész. Ugyanúgy biztosítani fogjuk a gyalogos forgalmat is, és a kerékpáros forgalmat is a csipkesoron. De ami a környezetét illeti, hogyha jól tudom, akkor nem csak az előtte lévő rész, hanem a hátam mögött lévő park is kap majd egy kis gondoskodást, hogyha lehet így fogalmazni. Milyen projekt az, amelyet még ezzel párhuzamosan szerettek volna, illetve szeretnének elindítani? A programnak van egy úgynevezett soft része is, melyekbe oktatási intézményeket vontunk be. Madárodukat helyeztek ki a Galamb József szakképzőiskola tanulói, illetve több általános iskolát is bevontunk, hogy próbálják a itt élő madárfajokat megfigyelni, táplálékkal ellátni, és kihelyezett környezetórát, természetismeretórákat tudjanak itt tartani. Ebbe partnerek voltak az oktatási intézmények, és folyamatosan járnak és használják ezt a területet erre a célra. És valamint még teljes egészében a 43-as számú főút és az üzletsor közti zöld fölött is meg fog újulni. Ez a tavaszra fog elkészülni. Nyilván most ugye a vegetáció időszakában megyünk be, de már elő van készítve például az öntözőrendszernek a vízvezetéke, és így az ott található szoborpark is teljes egészében meg fog újulni. Ideig ugye nem lehetett ezeket szilárd burkolatú járdán megközelíteni a szobrokat, most ez is majd megközelíthető lesz szilárd burkolattal, valamint a teljes növényzet kicserélésre fog kerülni. Már a régi bokrokat elszállítottuk, és majd az új növényzetet pedig majd március-április hónapban fogjuk majd beültetni. Azt hiszem, hogy ezeken kívül azonban nagyon sok mindenkiben felmerül az a kérdés, hogy ennek az impozáns épületnek miért csak az alját, az ugye az alsó részét, az üzleteket újítják fel, és miért nem történik meg most a teljes épület rekonstrukciója. Van-e ilyen terv egyébként a jövőre nézve?
Amikor mi elkészítettük ennek a beruházásnak a terveit, akkor mi a teljes ingatlanra készítettük el a terveket, hogy tovább lehessen majd lépni ebben. Azért azt tisztázni kell, hogy a földszinti üzletsor, ami önkormányzati tulajdonban áll, mi erre nyújtottunk be pályázatot, és erre nyertünk el egy pályázatot. Mi ebből a forrásból ezt tudjuk megvalósítani. Az emeleti homlokzatnak a felújítása, az pedig teljes egészében úgy gondolom, hogy egy összefogásnak az eredménye lehet, és méghozzá pedig az ingatlan tulajdonosokkal, akiknek ott lakásuk van, velük összefogva tudjuk esetleg azt megcsinálni a jövőben. Nyilván a lakóközösségnek kell tenni lépést ez irányban, hogy szeretné az homlokzatot megújítani. Én úgy gondolom, hogy mi tulajdonrész arányában hozzá tudunk járulni, ugyanúgy, ahogy ezt tettük bármelyik más ilyen beruházásnál is. Ezek a munkálatok, amelyek jelenleg zajlanak, ezek előreláthatóan mikor fejeződnek be, mikor fogják tudni átadni a megújított csipkesori üzletsort, hogyha lehet így fogalmazni? Mi azt szeretnénk, hogyha december-januárban a kivitelezés teljes egészében megtörténne olyan tekintetben, hogy elkészülne az új térkőjárda, mind a gyalogos, mind pedig a kerékpáros forgalom számára átadható lehessen. Nyilvánvalóan szeretnénk ezt az árkádos tetőszerkezetet minél hamarabb elkészíteni. Ez összefüggésben van a járdaépítéssel, ugye az oszlopoknak a megépítése, térbútorok kihelyezése, kerékpártárolók kihelyezése lesz még hátra, miután elkészült a térkövezés, illetve olyan jól állunk, hogy a héten már elkezdik például a homlokzatnak a nemes vakolását is, úgyhogy az el fog készülni szinte szerintem még ebben a hónapban, teljes egészében mind az előső, mind a hátulsó oldalon, és ezt követi majd zömében januárban az üzleteknek a felújítása az adventi vásárt követően. A parkosítás pedig marad tavaszra. A projekt teljes befejezése az június 30-al kell, hogy lezárjuk, de ettől lényegesebben hamarabb be fog fejeződni. Én úgy gondolom, hogy január, február, márciusra minden, még a zöld munkálatok is befejeződhetnek. A polgármester úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Önöknek pedig köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak. Hírextrával legközelebb jövő héten, ugyanebben az időpontban a híradó után jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!